A korszerű gazdagon felszerelt épület a város központjában a Szekeres László alapítvány tulajdonában lévő telken helyezkedik el. A legfontosabb az, hogy saját anyanyelvükön magyarul tanuljanak, magyarul ismerkedjenek meg az alapokkal, amihez később az életben az iskolában szükségük lesz. A VACKOR a Kárpát-Medencei óvodafejlesztési program részeként az anyaország támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével épült fel. A beruházás 884 millió forint összértékű. Magyarországnak olyan nemzeti kormánya van, amely az egész Kárpát-pedencében a magyar közösségek, a magyar családok mögött áll, és abban támogatja azokat, hogy gyermeket vállaljanak, jövőt építsenek szülőföldjükön de így együtt közösen valójában azt az erőt is szeretnénk megköszönni és megerősíteni, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség és annak vezetője, Pásztor István elnök úr testesít meg, és amely úgy szintén a magyar közösségek, a vajdasági magyar családok mögött áll, és abban támogatja azokat, hogy gyermeket vállaljanak, jövőt építsenek szülőföldjükön. Az egyik legjelentősebb anyaországi támogatási projekt a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, amelynek részeként épült fel a szabadkai vacskor, emelte ki Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Lehetőséget teremtett nekünk arra, hogy kapaszkodót mutassunk föl a családoknak, lehetőséget teremtett nekünk arra, hogy megmutassuk, hogy milyenek vagyunk, lehetőséget teremtett arra, hogy hogyan képzeljük el a gyermekeinkről való gondoskodást. Ez az óvoda, mint jogi személy, meggyőződésem szerint az egész Vajdaságban terjedni fog, olyan pontok fognak létrejönni, amelyek kihelyezett tagozatként ehhez a jogi személyhez kötődnek, Újvidéken és máshol. Ahol új oktatási intézmény épül, ott új közösség is születik, mondta Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere az óvoda megnyitóján. És ahol új közösség születik, ott a jövő már biztos bástyákra fog épülni. Kedves szabadkai honfitársaim, boldogság ma itt állni önökkel együtt a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény átadó ünnepségén. Tudjuk, hogy minden messzire mutató terv egy-egy apró gondolatból keletkezik. Ami ma még csak egy ötlet, holnap már egy terv. Következő nap már maga a kézzel fogható valóság. A Vackor egyben a magyar tannyelvű tanítóképzőkar gyakorló intézménye.